Hagyomány már az Egyesület életében, hogy becsatlakozva a városi táborok sorába színes palettát állítanak össze a nyári szünidőre. A programokat óvodapedagógusok segítségével a 4 és 14 év közti korosztály számára alakítják ki úgy, hogy egyéni és korukhoz mérten mindenki megtalálja a számára érdekes és szórakoztató kikapcsolódást. Az első heti turnusban a sportág választó tábor kap helyet, ahol szakképzett edzők vezetik be a küzdősportok világába a gyerekeket. Megtalálható ugyanúgy a taekwondo, aikido, a kickbox, az ökölvívás, mint olyan sportág. Tehát széles a paletta, minden nap más-más sportággal tudnak a gyerekek megismerkedni, kipróbálni, edzeni, edzéseken részt venni, és emellett még jut idő a játékra is, mert játszóterezni elviszük a gyerekeket, a lovaskocsizás, mint olyan benne van programként ebbe a tábori hétbe is. Lézerharc, számháború és rengeteg mozgás. Nem hiába élménytábor a neve a július 25-29 és augusztus 8-12-e közötti programjuknak, amit a Zöldházban tartanak majd. Kihasználva Marospart adta lehetőségeket, látogatást tesznek majd a Lomkorona sétányon, és a kalandpart elemeit is birtokba veszik majd. A harmadik az a tanyatábor. A tanyatábor az egy Makóhoz nagyon közeli tanyán kerül megrendezésre. Ott is széles programok lesznek, de ott már inkább azért az önellátás, az állatok ellátása lesz a főszerepben. Ezen kívül ugyanúgy lesznek kézműves foglalkozások, lesz vízi csúszda, vízi élmény csúszda a gyerekeknek 10 méter hosszan a házigazda jóvoltából kivitelezve. És ott természetesen szabadtéren készülnek el a gyerekeknek az ételek is, nem konyhai körülmények között. Az Egyesület életében kiemelt szerepet tölt be az utánpótlás nevelés. Arra törekszenek, hogy egy minél összetartóbb közösség formálódjon, hogy együtt tudjanak tovább haladni azon az úton, ami már több mint 30 éve kialakításra került.